Tulajdonképpen a forgatás, úgy éreztem, hogy nagyon tetszik nekem, meg nagyon úgy barátkoztam is volna, de ugye elkezdtünk telefonálgatni, és akkor egyre többet beszélgetünk, és ez csak az, hogy Sanyit, egy olyan jó szívű ember vagy. És meghatottam magamtól. És, most is? Igen, de ez tényleg szörnyű az öregséget. Tehát, hogy ez a, egyszer kinyitod ezt a csapot, és akkor jön ez a nagy érzelem. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Csányi Sándor, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. A főiskola elvégzése után játszott a Krétakörben és a Radnóti Színházban, aztán 2013 és 2018 között a Thália Színház művészeti vezetője volt, a 2000-es évek talán legfoglalkoztatottabb férfi filmszínésze. A Kontroll, a Csak szex és más semmi, a Rokonok vagy a Poligami filmek főszereplője. Első házasságából egy fia született, második felesége Tenki Réka, színésznő, két gyermeket nevelnek. Ő következik. Amiképp azt már megszokhatták, aktuális vendégemnek mindig átnyújtok teátrálisan egy papírt, ezen 20 kifejezés szerepel. Mai vendégem Csányi Sándor, és hozzá is összeírtam 20, reményem szerint nagyon rejtjeles és sejtelmes kifejezést, valamennyi kifejezés az ő életének valamely korábbi kijelentésére, fontos szereplőjére, epizódjára, megközelítés módjára, vagy megközelítésére utal, és ő fogja kiválasztani egyesével, hogy épp miről beszéljünk. Azok kedvéért, akik csak hallanak bennünket, és nem látnak, felolvasnám a Csányi Sándor, mely 20 kifejezés közül választhat majd. Visszalépve, felülről vágyálom, köszönöm nem, katapultálás, mitől tartott? Nem is én vagyok? Bevonzom? Földön tart. Van ennél fontosabb? Sosem sikerül. Zicser. Vállalom. Elgyengülve. Felnézek? Majd más. Még a végén elhiszed. Egymagam. Mából nézve. Örömújjongás. Jó, szerintem van egy-kettő, amit tudok, de... Nem biztos, hogy ez az. Igen. Azt én tudom, csak nem biztos, hogy jót. Igen. Abba segítsek, hogy menjünk mondjuk előre, tehát csináljuk egy ilyen időrendet, hogy melyik az a három mondjuk, ami időrendben a legelső, és akkor abból választok, hogy csak igen. Ugye szerkesz, ne? Ne, az a jó kihívás, hogy hogy köszik össze. Jó, akkor nem tudom, hogy szerintem, mondjuk a vágyálom, az valószínűleg az a pálya kezdeti szakaszára vonatkozik. Ó, remek, mint a dramaturgét ezt megszerkesztenéd. A vágyálom az bizony arra vonatkozik, hogy te már nagyon korán eldöntötted, hogy színész szerettél volna lenni, vagy színész szeretnél lenni, de ezt elfojtottad. A bátorság hiányzott, vagy a támogató közeg? Hát is. Tehát én nekem az egész színészet azért jött, hogy ez nagyon sok helyen fölmerült már, hogy azért normális ember nem megy színésznek. Már milyen értelemben? Hát egészséges ember nem megy színésznek, mert a színészetnek az egyik legfontosabb lényege minden előadó művészetnek, meg minden művészetnek a szeretet hiány az olyan, mint az éhség. Tehát, hogy egész, hogy az ember gyerekkorában éhezett, akkor egész életében éhezni fog. Ilyen logika mentén te nem kaptál meg valami gyerekkorodban? Igen, egyrészt igen, másrészt meg vannak bizonyos fajta emberek, akik extra éhesek, tehát hogy ezekben lesznek a többnyire a művészek, és ez a fajta, ez az éhség, ez csillapítható akkor, hogyha az ember a szeretet hiányából megérkezik mondjuk a színházba, és azt érzi, hogy ül lent pár száz ember, és őt szeretik. És akkor a moziba is megjelenik, és ott is szeretik, és az a helyzet, hogy ez olyan, mint a rágógumi, hogy rágod, de nem laksz jól tőle. Tehát, hogy, és ebben csodálatos sorsokat láttunk tönkre menni, ezeket a 27 éves embereket, meg a mindenkit, mert az van, hogy nagyon, tehát nagyon ízletes, és nagyon jó, hogy feltétel nélkül imádnak, és 600-an, de hogy ezzel nem laksz jól. És akkor most ez volt a mondásom, nem tudom, interjúban, hogy még most is éhes vagyok, de már hoztam otthonról kaját. Tehát, hoztam otthonról szendvicset. Tehát, hogy Réka már csomagolt, és azért az... Feleséget Tenki Réka. Igen, igen, és azért az egy másik fajta érzés, de... Ezt már a sikerek után is annak nyomán mondod, hogy most már van egy olyan puffer, ami valameddig kitart, úgy érted? Igen, igen, illetve hogy ez indít el, de szerintem mindenkit ez indít el, hogy nagyon vágyik arra, hogy szeressék, mert valamit nem kapott meg. De te mit nem kaptál meg? Hát az elismerést, a szeretetet, de azt nem mondanám, hogy nekem rossz gyerekkorom volt, de az viszont tény, hogy nekem mindenből egy extra kellett. Tehát, hogy extra figyelem, extra szeretet, és az például nem volt meg. Egy ilyen standard mennyiségű szeretet volt, és az úgy tűnik, hogy az nekem kevés volt. Tehát, hogy rengeteg
Szóval nagyon nehéz egyébként, mert a legszebb az egészben, hogy amikor az ember mondjuk gyerekkorában azt érzi, hogy nem szeretik eléggé, az a visszajelzés, hogy ő nem elég jó, akkor elmegy színésznek, elmegy művésznek, elmegy sportolónak, vagy rockzenésznek, és kap rengeteg szeretetet, de ettől még nem gondolja magáról, hogy jó, hanem azt gondolja, hogy becsapja az embereket. És ettől van egy nagyon komoly űrés. Te is ezt érezted? Nagyon sokáig azt éreztem, hogy ezek az emberek engem szeretnek, mert nem tudják, hogy én valójában nem vagyok jó semmire. Te azt érezted, hogy semmire nem vagy jó? Igen, nagyon sokáig. Meddig körülbelül? Tegnap reggel, múltan. Nem tudom. Még jó, akkor most találkozunk. Igen. Nem, a Réka, tehát nekem azért a Réka nagyon, azért a feltétlen szeretet az egy nagyon nagy gyógyszer, nagyon nagy orvosság, és ez nekem nagyon kellett, tehát nagyon sok, meg az, hogy például magam úgy, tulajdonképpen azt hiszem, hogy én azóta vagyok jobban magammal, amióta a saját utamat járom. Tehát elkezdtem csinálni egy saját színházat, én vagyok a saját magam főnöke, és beosztottja is egyben, és valahogy olyan darabokat csinálok, amikről én gondolok valamit a világról, és ezeket el tudom mondani, és nem vagyok alkalmazott, de az alkalmazottan azt értem, hogy kiírják, hogy kivel dolgozol, mikor, ki a díszlet, ki a jelmez, ki csinálja a zenét, melyik darab, ki fordította, és mindez igazodni kell, és nekem volt egy idő után, mert eljött egy olyan pont, amikor azt éreztem, hogy egy csomó mindent én tudnék jobban, tehát vagy hívnék jobb embert, tehát nyilván nem tudok jelmezt tervezni, de hogy én erre például egy másik jelmeztervezőt hoznék, és ezt éreztem, hogy ez elkezd uralkodni rajtam, és az úgy már nem is jó, tehát a színészként ez nem jó állapot, amikor az ember mindenhez ért. De visszamenve az időbe, te például jelezted a szüleid felé, ahogy egy gyerek ezt jelzi, vagy jelezni tudja, hogy te kevesled mindezt, az odafigyelést, az elismerést, a babusgatást? Nem tudod, te gyerekként ezt nem tudod, hogy neked ez hiányzik, mert nem tudod, hogy ilyen van. Te azt tudod, hogy tehát az a normális, ami van. Tehát én annyit láttam az egészből, hogy van, és hogy én ettől így rengeteget szorongok, és hogy... De egyébként ezen gondolkodom, hogy ez tulajdonképpen nem apám hibája, mert egész egyszerűen ez a generáció, apám most 70 plusz, ő nekik ez nem volt, ők nem tudtak ilyet, hogy... Ráadásul apának azért nehezebb téma. Apám egy cigánytelepen született, 80 voltak testvérek. Nem volt 8 cipőjük össze-vissza. És az, hogy ő az 50-es években elvégezte az általános iskolát, az szerintem nagy szó. Elvégzett egy szakmát, szobafestő lett, az nagyon nagy szó az 50-es években egy fiú a cigánytelepről. És utána még elment a esti gimnáziumra. És elvégezte azt is. Tehát folyamatosan volt benne egy akarás, de ez a közeg, ahonnan ő jött, ez nem volt bevett nyelv, hogy az ember azt mondja, hogy nagyon ügyes vagy, ne ezt jól csináltad, mennyire bízom benned, milyen jól viselked. Tehát ezek nem voltak. Tehát egész egyszerűen ő ezt nem tanulta meg ezt a nyelvet, ezért nem is tudott ezen a nyelven beszélni. És anyukád? Anyukám rengeteg szeretet volt benne, és ő biztatott, tehát hogy tulajdonképpen azt, hogy én ezt úgy kb. Túléltem, vagy nem tudom, vagy hogy jól jöttem ki ebből, az az anyai szeretet, meg ez a gondoskodás. Anyám egyébként egy tótlány, egy tót családból, és ez nekem nagyon jó minta volt mindig, hogy egy cigány család, meg egy tót család tök jól van egymás mellett. Apám nagyon tisztességes ember, reggeltől estig dolgozott, folyamatosan, hogy eltartson minket, mai napig dolgozik, és tulajdonképpen az derült ki, hogy a munka szeretete, meg a szorgalom, meg a tisztesség, az felülírja a bőrszint. Számomra ez mindig is nyilvánvaló volt, és a család is befogadta apámat is, meg az apám családját is. Neked van például cigány identitásod? Abszolút. Ez miben nyert teret? Alkoholba jön ő. Tehát nem józanul kell, ritkábban, de van amit a második pohár bort, amikor már elkezdem azokat a számokat hallgatni, és akkor... Ne, hát nekem... Én rajtam nem látszik, és azért ez egy nagy előny és nagy hátrány, meg én ugye félvér vagyok. És volt egy ilyen útkeresős időszakom 14 éves koromban, amikor csak romákkal haverkodtam. Nem volt egy középiskolás klub, és ezt a nagybátyám vezette, ő nem ilyen más sajnos a Jancsi, és Szilvási Pisti, Juhász Micuramóni, tehát hogy sok ember volt ott, aki most olyan a zenei életben, vagy itt-ott megjelenik romaként. És akkor én csak romákkal barátkoztam, és azért az emlékszem arra, hogy például jó volt, amikor elmentem, volt egy tábor, és a tábor mellett volt egy bolt, és bementem, vásárolgattam, kimentem, visszamentem a cigányokkal, azon ott volt a biztonsági őr, és így nézett engem is. És ja, értem, tehát hogy én magamtól én simán bemegyek a boltba, és veszek egy zsömlét, ahogy a cigányok jöttek velem, azonnal az volt, hogy rajtunk át 2-3 biztonsági őr, és az, hogy zsömle, ember, veszek zsömlét, megyünk. Tehát hogy azt megéreztem, hogy azért az nagyon... Tehát nagyon szül egy másik állapotot. Tehát van egy nyugalmi állapot, és van egy olyan állapot, ahol egyfolytában azt érzik, hogy te mit csinálsz? Te miért jöttél? Te lopni jöttél. És az, hogy nem, ember, ugyanúgy bejöttem venni egy zsömlét, vagy bármit, és egyébként nyilván a biztonsági őröknek meg rengeteg rossz tapasztalatuk van a hasonló bőrű fiatalokkal. Tehát, hogy,
hogy közben nem hibáztatok egyáltalán senkit, csak hogy ezt éreztem, hogy ez egy másfajta feszültség. Szóval az egy sokkal nehezebb élet, és sokkal nehezebb jófejnek lenni, és sokkal nehezebb kedvesnek lenni, hogyha azt érzed, hogy utálnak, abstart. De nem csináltam én semmit, tehát hogy a Feldmárnak van egy nagyon jó mondása, hogy a bűntudat és a szégyen között az a különbség, hogy a bűntudatod azért van, amit csináltál, szégyenni, meg azért szégyelled magad, aki vagy. És azon nem tudsz változtatni, és az a... Szégyenérzeted volt? Ah, igen, igen. Mikor? Tegnap reggelig. Nem, hát ez nagyon, hát ez egész, fiatalkoromat egész végig, ez így... Azért, mert cigány vagyok? Ez az érzet? Ez mégig volt egy ilyen, igen, és például ez, hogy a... Szóval ebben sok jó is volt, meg nagyon sok rossz. Tehát, hogy például apám kikeveredett onnan, és ő elment, tudok-e, Pesten laktunk, sőt, Budán, Moszkva téren, de hát ráadásul, tehát, hogy mondtad, tehát, hogy szobakonyha, tehát, hogy de úgy jól hangzott, meg budai iskolába jártam, mindenki gazdagabb volt nálunk. Tehát, hogy mi is ott laktunk a környéken, de apám volt a házmester annak idején, és akkor utána kaptunk egy picit nagyobb szobakonyhát, és akkor volt egy mosókonyha, amit még úgy hozzá tudtunk tapasztani. De hogy mi volt a kérdés? Szégyenérzet. Igen, hogy mindig ezt, úgyhogy mindig elmondta anyám is, de nagyon szeretettel is biztatom, hogy ne felejtsd el, hogy te cigány vagy, és neked sokkal többet kell teljesíteni, mint egy normális kisgyereknek. Neked ez volt az alapélmény? Igen. Hogy nekem több kell? Igen, hogy nekem többet kell teljesíteni. Igen. Ahhoz, hogy én a normális közé kerüljek. Ami egyrészt, hát azért, hogy mondjam, a boldogságban nem segít. Tehát, hogy azért ez úgy folytogatja az embert. Viszont munka szempontjából meg nagyon jó. Mert tehát, hajtóerő. Nagyon erős hajtóerő, és erre a főiskolán jöttem rá, hogy nekem tulajdonképpen van egy pár nagyon nagy előnyöm a többiekhez képest. Például, hogy műveletlen vagyok, hogy nem tudok rendesen enni például késsel villával, hogy lusta vagyok, és hogy beszédhibás. De ezek meg is voltak, vagy csak te gondoltad? Ez meg volt, nem, hát ez meg volt. De rájött, és ez volt a legfontosabb, mert például, mivel rájöttem, hogy lusta vagyok, ezért nekem sokkal többet kell dolgozni, mint a többieknek. Rájöttem, hogy beszédhibás vagyok, és fogtam egy marha nagy pezsgős dugót, azt bevettem a számba, és minden egyes előadás előtt a Goethe Faustot, vagy a Toldinak a egy-egy énekét végigmondtam. Szóval napi 20 perc volt 3 éven keresztül minden áldott nap. Minden előadás előtt, mert tudtam, hogy nem tudok beszélni. Tehát, hogyha én akarok filmezni, akkor nekem muszáj megtanulni beszélni, azt mondom, úgy lehet, hogy az ember gyakorol. És a műveletlenséged az hol volt nyakon csíphető? Hát nem, tehát apám nagyon sokat olvasott, de hát ilyen regényeket, meg krimiket, de volt ez a, biztos megvan ez a 70-es évekből, vagy 80-as évekből ez a világklasszikus sorozat. Ez világirodalom remekei. Ez a finom por. Igen, és finom por mindegyiken, tehát hogy soha nem lett agyon gyűrve. Viszont én szóval, hogy rákaptam, és elkezdtem olvasni az összeset, és rájöttem, hogy ez rettenetesen szórakoztató. Tehát Dostojevszki, mindenki megijed meg, hogy nem tudom, mennyire komoly, meg nem tudom, örületesen vicces a Dostojevszki, és örületesen szórakoztató a Tolsztoj. És egyáltalán nem olyan komoly, hanem rettenetesen érzékeny, és rettenetesen fura, fanyar humora van, és ezeket elkezdtem olvasni, és például a bűntudatról nagyon sokat tud a Dostojevszki, és ez nekem nagyon jó volt, és az... És azt mondod, hogy késsel villával nem tudok rendesen lenni. Ez igen. Volt olyan helyzet, hogy észrevetted, hogy hello, én nekem itt van valami nagy hiátusom, elakadásom? Most egy kicsit ugrálok, de a krétakörből, amikor eljöttem, most ugrottam egy nagyot időbe, de az benne volt, hogy a személyes vágyam is, tehát hogy én akartam egy polgári életet élni, meg egészen tudom, hogy én nem tudok például frakkot hordani, nem tudok késsel villával lenni, nem tudok rendesen beszélni. Ha én filmezni akarok, nekem ezt meg kell tanulni. Elképesztő erő volt bennem, és akarat, és színészi ambíció, és nem tudom, mindenféle. De szólt is ennek kapcsán neked valaki? Bálint Andi sokat mondta. Ő a beszédtanárom. Igen, és a beszédtanárom volt. És mondta, hogy nagyon bírlak téged, Sanyi, tudod jól, nem lehet görbén állni egy színésznek, nem lehet motyogni, egész egyszerűen egy ilyen jó kiállású fiú vagy, tanulj meg normálisan beszélni. És akkor krétakörből, amikor úgy döntöttem, hogy felmondok, akkor az első utam a Radnótiba vezetett, és akkor mondtam az Andrisnak, hogy ezeket meg akarom tanulni. És ő elkezdett veled, mint egy edző, a játékossal foglalkozni? Tehát mutogatod hát, azt mondta, dolgokat. Hogy figyelj, Sanyi, ezt akkor a színház fizet neked egy beszédtanárt, mert eltelt nem tudom hány év, és nem tudom. És a krétakörben nagyon sok mindennel foglalkozunk, de én neked, ezek, a Süsit ez nem érdekelte, hogy most plastikusan beszél. Schilling Árpádot. Igen. És akkor az Andris, a színház fizetett nekem egy beszédtanárt, Ságodi Gabriel, aki egyébként a főiskolán is tanított, és én eljártam hozzá külön hetente, és feladatokat adott, és ő mondta ezt a pezsgődugós ötletet, és én 3 évig minden áldott nap gyakoroltam, és utána jöttek a filmek, és például a kontrollban még egyáltalán nem tudok. Tehát, hogy alig volt szövegem, hál' Istennek, de különben kiderült, hogy csomó utószinkron. Tehát volt 10 mondatom, abból 6 utószinkron, mert nem egyetlen. Sőt, mondok jobbat, a Jadviga párnájában
a Bodó Viktorral, a főhős barátját játszom, volt benne 10 napom, és a Horváth Lajos ott a magyar hangom. Tehát a magyar filmben leutószinkronizáltak. Tehát úgy, ezt azért nevezhetjük visszajelzésnek, nem? Tehát amikor... Gyanús! Legalábbis gyanús, hogy egy magyar filmben egy magyar színészt utószinkronizál, akkor lehet, hogy ő nem beszél elég jól. De te ilyet például cikinek éreztél, vagy folyamatosan az volt benned, hogy ez egy nagyon jó, inspiratív erő? Hát ciki, nyilván ciki, tehát hogyha nem tudsz valamit, akkor az nagyon ciki. De hát örületesen jó volt a Faustot olvasni, folyamatosan elolvastam 20-szor vagy 25-szor, a Toldit elolvastam 30-szor, és azt érezni, hogy tudok tenni az ügy érdekében valamit. És lehet érezni egyébként hónapról hónapra, milyen jó, hogy megtanultam beszélni viszont, szóval hónapról hónapra lehetett érezni az előrelépést, és az jó volt. És a szüleid mit szóltak, amikor te bejelentetted, hogy én bizony színész leszek? Hát apámnak nem mondom, hogy mit mondott, mert az, most már ilyet nem szabad mondani, amit akkor mondott, de... Majd kifütyüljük legfeljebb. Nem mondom, mert szerintem ő már nem is emlékszik, meg megsértődne. Nem hitt benne egyáltalán, semennyire se hitt. Neked az nagyon rosszul esett? Ez volt a standard. Meg ez engem nagyon hajt, hogyha valaki nem hisz bennem, akkor azért nagyon inspirál, hogy az anyád úristen itt. Meg volt egy fontosabb dolog ennél a színészetben nekem. A legfontosabb az volt, hogy nem voltam különösebben képességes semmiben. Sokszor elmondtam már ezt. Ha valamit kifütyülünk, akkor ezt fütyüljük ki, mert sokszor elmondtam. De hogy elkezdtem csinálni, és rájöttem, hogy én ebbe feloldódok, és hogy én őrületesen élvezem. És már a színészetben. A játékban, uh-huh. Igen. Valami ilyen tábori feladat volt, improvizálni kellett. És máshogy telt az idő, máshogy éreztem. Tehát ez a flow, ezt megéreztem, hogy milyen, amikor nem gondolkodsz, improvizálsz, játszol, és tényleg csajok elkezdtek másképp nézni. Jó, ez is egy fontos szempont volt. Szerinted, de most tényleg szeretet hiánynak hívjuk, de valójában a csajokra gondolunk, persze. Aha. Igen, és... Tehát az kecsegtetett kellő számú hódítással. Hát igen, de hívjuk szeretetnek, igen. Esténként egy szeretet, minden este egy szeretet. Igen, persze. De egyébként valóban így van, tehát persze hódítás is, szeressenek is, de ez a szeretet vád is, hogy fogadjanak el, és hogy legyenek rám kíváncsiak. Tehát és apukád mikor fogadta ezt az ambíciódat kellő nagy szeretettel és elismeréssel? A nagyon helyes volt a Bodó Viktornak a osztálytársam volt, aki szerintem fantasztikus színész, 3 filmben játszott, de ő annyira szabálytalan volt mindig mindenben, hogy abba is hagyta a színészetet. De örületesen tehetséges volt, és szörnyű érzés látni, hogy az osztálytársak voltunk, gyakorlatilag mindent könnyedebben megcsinál, mint te. Tehát mindenben jobb volt, mint én, és még jó fej is volt mellé, meg még vicces is. Tehát nem találtam fogást rajta. Pedig kerestél. Reggeltől estig, és ehhez képest segítség voltam, amikor mondjuk hétvégén találkoztam apámmal, és mondtam, hogy ez is történt meg, az is van meg, volt egy vizsga, és nagyon jó sikert, hogy ja, te ez a Bodó, ez nagyon tehetséges, ne? Mondta ő neked. De nagyon, és szeretem is, és barátom is, és tényleg az, hogy azóta nagyon jó barátok vagyunk a Viktorral, mert van az, hogy valaki annyira szabálytalan, és annyira másképp csinál mindent, hogy nem lehet rá haragudni, mert csak az van, hogy inkább fejlődni akartam. Tehát sokkal inkább akartam fejlődni mindig, mint haragudni. Tehát, hogy haragudni nem volt igazán kedvem. De apukád részéről mikor érezted meg azt, hogy most már elmúlt az a bizonyos cifrakáromkodás időszak, amit, ha jól sejtem, mondott, amikor bejelentetted? Kontrollnál azért már csak azt nem, mondta. Nem. Nem? Az még nem volt valóság. A kontroll az egy ilyen, mit tudom, mászkának ott ilyen metróban emberek, az nem. Nem, sokkal később. De nem tudom, hogy mikor egyébként. Tehát, de mondta? Nem, soha. Mai napig? Nem. Ez neki hiányzik belőle. Tehát, hogy most volt a Döntés című darabjunk bemutatója, és én rendeztem, a jogokat én szereztem, mindent én találtam ki, Réka főszereplő, statisztálok benne, meg díszítek, meg kellékezek, meg mindent, és szerintem nagyon megható, és nagyon szép előadást lett, és eljött, és mondta, hogy a fönt nem nagyon hallani, nem semmi. Hát, tök süket, az, hogy mondtam, akkor megyetem, hát, hogy mindenki hallott, ő nem hallott. Tök ebben maradtunk. Jó van, gyerekek, hogy vannak? Mert én most nekem egy kicsit fájt a hátam, meg jó van, na jó van, megyünk, jó van, sziasztok. Ez volt a bemutató. Anyukád, ő mit mondott? Hát ő meghalt nagyon korán, 49 éves korában meghalt. Ő nagyon-nagyon nagy rajongón volt, tehát ő imádott mindent, és minden, emlékszem, hogy igen, az a baj, hogy bemutattuk a Döntést, és ez ilyen nagyon érzelmes darab, és ott valami kinyílt egy ilyen szelep, és már látom magamat öreg emberként, hogy ilyen sírás így időnként így elindul. Benned? Igen, és akkor most előtt az anyukám, aki nem szerepel a Döntésbe, de valahogy ugyanaz a témakör, elmúlás, és nem tudom, hogy érzem, hogy úgy jön.
minden egyes film előtt az volt a szeánsz, hogy hajnali 5-kor, hogy amikor indultam, mindig felhívtam, és mondtam, hogy csinálunk egy új filmet. Ja, tehát tudta nyilván, de mindig az volt az, hogy most ezt forgatjuk, most azt forgatjuk, és minden egyes filmnél, minden egyes utolsó napon a József Attila vers jut eszembe, hogy irgalom, édesanyám, jaj, mama, kész van, nézd ez a vers is. Ez a... És ezt mondtad is neki? Nem, ezt magam mondtam. Ő mindig felhívtam, és elmondtam neki, hogy most van valami, és hogy mit tudom én, csak szex és más semmi, rokonok, nem tudom, kontroll, és hogy most megyünk forgatni, de ez hajnali 3-kor bármikor lehetett, és az utolsó nap mindig ez, hogy irgalom, édesanyám, kész van, Na, ezt mondtam mindig, most gondolsz, hogy jól mondtam, kész van, nézd, mama, jaj, ez a vers is valahogy, mert rég forgattam, lehet, hogy ez a... ezért nem tudom. Most is mondogatod? Ami utolsó napon mindig. Mert az volt a kontrollban, hogy na akkor én majd voltam utoljára főszereplő. És mindig így gondoltál rá, hogy nem lesz még egy? Egy idő után már csak álszentségből, tehát legalább magam erőt lepteztem. Egy idő után már sejtettem, hogy lesz, de még úgy jól esett tartani ezt a poszt, ez a Istenem, milyen naiv fiú is vagyok én, hogy még mindig azt hiszem, hogy hát, ha nem hívnak többet, pedig már tudom, hogy következő hónapban is forgatok, de még azt, hogy jól esett ezt a naiv fiút tartani magamba, de a kontrollnál tényleg ezt gondoltam. Hát gondolj be, hát a valami Amerika ment akkor, mindenki szép ruhába, meg nem tudom, meg ott kóvályunk a metróba, hát ki kíváncsi rá? Hát sokan kíváncsiak voltak. Igen, de hát ez a Nimród érdemel leginkább. Antal Nimródról beszélünk, a rendezőről. Nézzünk egy másik témát, nagyon sokba belekaptunk, de nem baj. De nem baj. Bármit választasz, tudunk tovább menni. Mi az, ami vicces például? Hát azt nem tudom, van-e. nem erre készültem, várjál. Örömújjongás például. Örömújjongás. Úgy hírlik, hogy amikor valami jó dolog történik veled, akkor csinálsz magadról egy fotót. Tehát meg akarod örökíteni. Én ezt jól tudom? Soha életemben nem csináltam fotót, de rengeteg kollégának ezt tovább passzolom ezt a lehetőséget. Nem csinálom fotót magamról. Nem? De egyáltalán nem is szoktam, tehát hogy még amikor vékony voltam, akkor sem, pedig gondolhatod, hogy volt időszak, amikor szívesen fotóztam magam. Most zavar a súlyod? Hát igen. Szóval egyszerűen tulajdonképpen, most ezt elmondom, de ezt erről kell tudni, hogy ez hazugság, amit mondok. De hogy tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy azzal békértem meg, hogy most 47 éves vagyok, és hogy én nem leszek 20 éves, tehát hogy nem fogok úgy kinézni, és akkor ettől az ember úgy megbékél. És ez tényleg egy tök jó gondolat, amíg rá nem jössz, hogy hazudsz magadnak. Tehát hogy ez egy oxymoron azért, önmagával elégedett túlsúlyos színész, tehát azért ilyen most azért... Most nem vagy túlsúlyos. Hát nem, de azért van. Tehát, hogy hány kiló többlet van szerinted? Hát szerintem 10 biztos. 10? Igen. Te teszel ellene? Tehát megpróbálod ledobni? Ez a legszörnyebb, tehát hogy igen, tehát és nem megy, tehát hogy mennyivel jobb lenne, hogyha nem tennék ellene. Tehát volt egy csodálatos színésznő, nem mondom a nevét, mert nem tudom, hogy engednie, 70 fölött volt, mert mondta, hogy arra gondoltam, hazamentem előadás után, ott egy kis hideg pörkölt, meg ittam egy sört, arra gondoltam, hogy ha nem eszem meg ezt a pörköltöt, majd azt fogják mondani, hogy milyen szép vékony öregasszony. Most megeszem a pörköltöt, majd azt mondják, hogy milyen szép kövér öregasszony. Megeszem a pörköltöt. Hát igen, olyan, közben meg nem tudom, tehát én annyira normális életet élek. Tehát ahhoz képest, amikor nagyon jól néztem ki, akkor éjszakázás, és sör, és tészta, és világmegváltás, és nem tudom, most ilyen előadás után haza. Kispolgár életet ez? Abszolút, igen, szuper. Ez Réka érdeme? Egyik a hibája, ne hülyeskedj, miért érdemem? Én érdemem, hogy belementem, de az ő hibája, hogy erre rákényszerít. De nem kényszerít rá. Nem kényszerít, nem, csodálatos dolog. Hát figyelj, nekünk ez nagyon fontos szabály volt a legelejétől kezdve, hogy mi otthon nem vagyunk színészek, de nem csak a gyerekek miatt, egyébként sem. Tehát, hogy nem szoktuk, persze beszélünk színházról, meg pletykálunk, meg nem tudom, de ez a művésznő és művészúras attitűd, ez nincs, és ez nem is áll jó nekünk, és nem is szoktunk ilyet. És mondom, most nagyon nehéz próba folyamaton vagyunk túl, és a gyerekek semmit nem vettek észre belőle. És azt hogy kell csinálni? Önfegyelem. De a gyerekeket nem érted. A gyerekeket azért, hogy legyél otthon teljes egészében velük, és szeressed, és játszál, ha fáradt vagy, akkor is, és keljél föl. Tehát, hogy tényleg a szemünk kifolyt, tehát, hogy minden gyerek beteg lett. Én is beteg lettem, kórház, mentő, minden, amit akarsz, és akkor a pici az fölkelt esténként 4-szer, viszont a Rékának, tehát napi 4 órát próbáltunk, reggel 4 órát este, egész végig színpadon van, és beszél egy olyan előadást, ami hát szívszorító, és embert próbál, és a minden, tehát, hogy tényleg nagyon nehéz. Ez Edith Éva Éger könyve alapján a döntés. Igen. Igen. És ehhez képest nem alszunk semmit, tehát, hogy 4-szer kellett, akkor kicsit fölkeltem én, de hát tehát hogy mondjam, tehát ez egy csodálatos férfi képesség, hogy átalosszuk az éjszakát 3 üvöltő gyerek mellett. Nőknek ez nem sikerült, tehát hogy ők fölébrednek. Én egyszerűen nem, tehát hogy akkor is fog kell kelni. Tehát ez kit érdekel, hogy egyébként te mit dolgozol napközben, a gyerekekkel törődni kell, ez fontosabb. Ugyanakkor azt mondod, hogy korábban azért volt neked, ha jól sejtlen, egy ilyen dajdajozó korszakod? Igazából nekem úgy volt, hogy én
A dajdajozás is úgy volt, hogy a fő, tehát a színház mindig ez volt, hogy a színházba vége az előadásnak, és bennmaradtunk, és tényleg ez a klasszik világ megváltós. De úgy akkor te az Éjszaka királya is voltál nem. Kicsit, nem? Nem, ez a filmek miatt ez kialakult volna, hogy én ilyen nagyon csajozós, jóval unalmasabb vagyok. Tehát, hogy tényleg kifejezetten monogám és unalmas pali vagyok. Volt egy időszak, amikor elváltam az első feleségemtől, és ott volt másfél év, akkor ez úgy igyekeztem bepótolni. Pont akkor jött meg ez a hírnév, és akkor úgy valahogy az egész úgy. De az jó is volt, hogy megszédített, meg az arra is van a hírnév, hogy az ember szédüljön bele egy picit. Azt mondom, hogy meg kell állni, látom, hogy van egy ilyen, hogy két lábbal a földön, vagy földön. Igen. Az időszak volt, amikor rájöttem, hogy viszont vissza kell tartani magam, mert nagyon sok üres fejű celeb mászkál, és én nem akartam az lenni. És, veszélye volt? Igazi nem volt. Tehát azért anyám nagyon sokat pakolt ebbe a légbalomba, ami most hirtelen megtelt levegővel, és elkezdett felszállni, de azért volt benne valódi érték, meg ez a szeretet vágy. Tehát, hogy én nekem például olyan féle vágyam, hogy én mindenféle csajokat megkapjak azért, hogy őket birtokoljam, olyan nem volt. Olyan, hogy valamiféle szeretet vágyat kiéljek, a válásom utáni első ilyen, hát kalandom, volt egyébként egy nagyon helyes csaj. Tehát, és ott nekem az egyészakás csajok is olyan voltak, hogy mindig nagyon helyes volt, és nagyon talán túlzásosan, hogy emlékszem rájuk, de lehet, emlékszem, hogy nem. Igen, lehet, hogy volt egy csomó, de nem emlékszem. De azért tényleg az év az erről szólt, hogy valahogy ilyen, és mindig azt mondta ezzel a lány, hogy te figyelj, Sanyi, szerettek téged valaha? Mondom, miért? Úgy jön ez, mint meg akarnál fulladni. És ez volt a kilépés a válás után, és tényleg ez volt, és ez nem a hódításról szólt, és nem arról szólt, hogy... Hú, ez azért a szívet meghorzsolja egy ilyen mondat, igen, amikor ilyet mondani. És nagyon igaz is volt. És tényleg azt hiszem, hogy fuldoklok, hogy valaki szeressen. És egyébként meg ezt lehet megérezni ezekbe a romantikus filmekbe is, hogy a csak szexbe is, vagy bármibe, hogy az a sármőr, aki sármőr és úgy szaladgál és hódítja a nőket, az nem olyan érdekes, mint amikor valakinek van valami alja, vagy sebezhetősége, vagy szomorúsága, vagy nem is tudom. Tehát, hogy... Te ezeket merted felvállalni? Már a magánérintkezésbe? Magánéletben nehezebb volt, a filmen igen. De ezt tudom, hogy nagyon sokáig, de mondjuk a Rékáig az volt a fejem, hogyha lehetne választani, hogy megéljem az igaz szerelmet, az egyetlen igazi nagy forró szerelmet, hogy eljátszam, mindig azt hiszem, hogy eljátszom. Hát eljátszani a színpadon. Vagy filmben. Igen. És mindig azt választottad volna, hogy inkább legyen nagy sikerem, és legyen egy nagy alakításom, kvázi Rómeóként, idézőjelbe téve, mint sem, hogy magánemberként, Sányi Sándorként áttéljem a nekem, igen, választott társ mellett. Igen. De miért? Hát egyre sokkal több nőnek szerzek így örömet. Másfél óra, sok idő, sokkal tovább bírom színpadon. Nem, mert a színpad az tiszta. Uh-huh. Tehát ott valóban, az élet mindig kicsit maszatos. Tehát tudom, hogy az első gyerekem születésénél, ami három gyerekem van, minden három nagyon nagy élmény, de tényleg nagyon nagy élmény, katartikus élmény. Tudom, hogy az első gyerek az, hogy nem, a parkoló közben eszembe jutott, hogy lejárt a parkoló óra. És nem akartam erre gondolni, de mindenféle zavaros dolog van a fejedben. Az igazi nagy szerelem kellős közepén is az van, hogy picit szorít a cipő, basszán, másikat kellett volna fölvenni, mert horzsú, de boldog vagyok, csak picit horzsú, és mindig van benne valami pici esetlenség. De volt, Rékáig volt, utána már ez elmúlt, nem? Mert utána megtaláltam ezt a... Akkor lehet, hogy máshogy fogalmazom, mert ha én megélem az igazi nagy szerelmet egy filmbe, akkor attól mindenki szerelmes lesz belém. Ja, hogy ez volt az indító. Lehet, hogy ez volt az alja, hogy mindenki. És, tehát vannak emberek, akik megelégednek azzal, hogy egy valaki szeresse őket, te mindenki szeretetére vágytál. Hát de szerintem az alapvetően egy színész ilyen. Uh-huh. Egy színész, meg egy művész az alapvetően ilyen. És azt meg tudod nekünk magyarázni, persze csak ami ránk tartozik, hogy Réka milyen gombot tudott megnyomni benned? Igen. Akkor emlékszem, képes. Mindenki máshoz képest. Én akkor már kifejezetten híres színész voltam, amikor a Rékával összejöttünk, kifejezetten rossz nevű is. Tehát, hogy ez a csak szex miatt volt ez, hogy mindenki azt gondolta, hogy én vagyok ez ilyen szívtipros, nem tudom mi. Ilyen Léha Linkócinak gondoltam? Igen, ez a váltogatja a csajokat, és nem tudom. De olyasmi életet is éltem akkor. De tényleg az év vagy másfél év az ilyen volt, amilyen éjszakázás is, de még ezt mondom, én nem voltam soha ilyen züllött ember, de ezt így szerettem, ezt, hogy elmenni az éjszakába. Akkor is jártam például szórakozó helyekre, akkor is a színházba jártam, vagy főiskolára jártunk, pecázásnak hívtuk, nem vagyok rá nagyon büszke, de tényleg ez volt. Pecázás? Hát igen, mert akkor én már ismert színész voltam, és volt egy csomó főiskolás csaj, és... És azért a horgodra akadt egy-két hall, hogy csúnyán fejezzem ki magam. Igen. És akkor... Még most is somolyogsz rajta, tehát azért ez édes. Igen, milyen jó volt ilyen fiad, milyen jó volt ilyen szörnyűnek lenni, igen. De annyit mondjál, aztán mindjárt áttérünk Rékára,
hogy nem gondolsz vissza erre a korszakra, úgyhogy voltak ennek mondjuk méltatlan epizódjai nőkkel szemben. Tehát, hogy nem voltál immorális, nem éltél vissza érzelmekkel, nem gázoltál át nőkön. Nem, soha nem voltam inkorrekt, és mindenkivel talán egy volt, akivel nem igazán sikerült jó vagy jól tisztázni, de mindenkivel a mai napig nagyon-nagyon jóba vagyok. Tehát nagyon... Már akire emlékszel, mert előbb mondtad, hogy... Ez segít. De az is segít, hogyha nem. Tehát, hogy én nem vagyok romlott ember, vagy nem is tudom, én nem akartam... Szóval mindig nehezebb volt nekem a szakítás, és, de mindig úgy megérett, eljött, megbeszéltük, és továbbmentünk, és tulajdonképpen bármelyik volt kapcsolatomban, boldogan leülök kávézni, vagy beszélgetni, vagy bármit, tényleg. Tehát, hogy nagyon... Mert a szép emlék, hogy emlékszel, milyen hülyék voltunk, és hogy milyen persze. Jó volt. No, de hogy Réka, milyen mondattal váltott benned valamit? Hogy akkor pár éve már az volt, hogy nagyon sikeres voltam, viszonylag jól is kerestem, és akkor ugye az emberek úgy keresték a társaságomat, de ezek mindenféle celeb emberek, vagy színészek is, és az nekem nagyon-nagyon jól esett, hogy ez ilyen elégtétel, hogy ebből a bolti fiúból olyan fiú lettem, akivel szívesen barátkoznak, és nem áll már a biztonsági őr mögöttem. Ez egy nagyon fontos érzés, nagyon nagy elégtétel, és ez nyilván teljesen saját erőből, mert hogy nekem se, nem úgy hátszelem nem volt, hanem még szembeszelem is volt. Tehát, hogy... Sokáig neked volt egy ilyen aha élményed? Azt a hétszedet, hogy az ember beszél velem. Ez mai napig van. A mai napig. Igen, ez nagyon nagy öröm, amikor azt mondják, hogy láttuk a izét, hogy ez őszintén mondom, hogy én úgy nem vagyok sztár, hogy így nagyon visítanának a csajok, vagy nem tudom, de nagyon jó, amikor valaki mondja, hogy látta ezt a darabot, vagy azt a darabot, és hogy nagyon jó volt. Tök jó érzés. De olyan például, hogy nem tudom, én a Molnár Piroskával álltál egy színpadon, és mondjuk megdicsér, vagy valamelyik nagy. Az is van, igen. És akkor úgy átfut először az agyadon, hogy a 700-at, ez nekem mondta most. Igen, Horvai volt ilyen, tehát hogy valamit, és a Horvai kirúgott engem a főiskolán, nem vett fel az osztályába, és két év múlva, amikor már elsős voltam, látott egy vizsgába, és nagyon hosszan, őszintén gratulált, és ez a, várjunk egy picit, forduljon el, de jó. Az volt az első ilyen nagy élmény, hogy igen. És a mai napig ez ugyanolyan eleven. Hogyha valaki odajön és nagyon kedvesen gratulál, vagy azt érzem, hogy örömet okoztam, az jó érzés. Ez mindenkinek jó szerintem. Hát gondolj bele, hogy cukrász vagy, és oda mennek hozzád, hogy nagyon finom volt ez a krémes. Hát ez tök jó érzés. Persze. Tehát, hogy... Persze. No, de vissza Réka, az mindig eltérít. Igen, hogy és akkor mindig ez az időszak volt, és akkor olyan jó érzés volt ilyen ismert embernek lenni, meg befutottnak, meg nem tudom, és forgattunk együtt a Rékával, ez a Poligami című filmet, és tulajdonképpen a forgatás, hogy éreztem, hogy nagyon tetszik nekem, meg nagyon úgy barátkoztam is volna, de ugye elkezdtünk telefonálgatni, és akkor egyre többet beszélgettünk, és ez csak az, hogy Sanyit, egy olyan jó szívű ember vagy. És meghatottam magamtól. És, most is? Igen, de ez tényleg szörnyű az öregséget. Tehát, hogy egyszer kinyitod ezt a csapot, és akkor jön ez a nagy érzelem. És rájött, hogy ezt nekem senki nem mondta, hogy ezt anyám mondta utoljára, hogy nekem az egy érdemem, hogy én egy jó szívű ember vagyok. Mindig ezt mondták, hogy jó színész vagyok, vagy ügyes vagyok, vagy sikeres vagyok, hogy ezek nekem érdemem. És Réka nem ezt mondta. És ott is meghatottál, mikor ezt mondta? Ott köpni nyelni nem tudtam. Tehát, hogy én rájöttem, hogy én rossz úton vagyok. Hogy én nekem nem az az érdem, amit mostanában érdemnek mondanak, hanem hogy nekem kisgyerekkoromban volt ez. És anyám mondta mindig, hogy hát jó, igen, ebben nem vagy ügyes, de te egy olyan jó szívű gyerek vagy, Sanyika. És én azt mindig ilyen gyengeségnek gondoltam, vagy nem tudom, és közben most a legnagyobb érdemnek gondolom, hogy valakinek milyen a szíve. Tehát, hogy... Tehát meglátod benned valami olyat, Réka. Amit én már rég nem láttam magamban. Igen. És azóta is ezt nagyon jó készséggel tudja benned táplálni? Tehát, hogy... Figyelj, van egy fontos szabályom az élet, hogy én nem mondok nyilvánosan jókat a Rékáról, mert akkor el fogunk válni. Miért válnátok el? Igen, szeretem az ilyeneket, tudom, van egy ellentmondat, hogy bevezetni egy témát, ez a nem megyek fel a Facebookra, mert akkor éhen fogok halni. Van egy ilyen topikom is. Azért, mert szerintem egyébként teljesen logikus. Tehát vannak párok, akiknek az a foglalkozásuk, hogy álompárok. És reggeltől estig arról beszélnek nyilvánosság előtt, hogy ők mennyire boldogok, és elfogadják egymást, és mindig mindent megbeszélnek. Babonából nem mondod akkor. Praktikumból. Mert ha az ember nagyon sokat beszél arról, hogy ők milyen jól vannak, akkor utána hazamennek, és nem tudnak arról beszélni, hogy te figyelj, fél éve nem feküdtünk el egymással. Figyelj, annyira unom, amikor beszélsz. Nem tudnak problémára beszélni, mert akkor azt kéne elismerni, hogy mi hazudunk kifelé.
És az ember nem szívesen ismeri el, hogy hazudik kifelé, inkább hazudik otthon is. És azt tudják otthon is, hogy jól vannak. De mivel egyfolytában azt mondják, hogy jól vannak, kifele is, meg befele is, ezért nem jut idő megbeszélni a problémákat, és nem jut idő szembenézni azzal, hogy unatkozunk egymás mellett, hogy nem tudom, nem kívánjuk egymást. És mivel ezeket nem beszélik meg, ezért gyorsan el is válnak. És én ezért nem akarom elkezdeni ezeket mondani, vagy mindig van, egyébként igen, a másik része az babona, hogy nem szívesen mondok ilyet, mert egyszerűen azt érzem, hogy az például azért nem is beszélek egyébként, tehát a bulvárban azért nem nyilatkozom soha, meg azért nem beszélek magánéletről, mert az intimitás az egy olyan törékeny dolog, és arra nagyon kell vigyázni. És ez nagyon-nagyon kevés ember van, akinek az ember elmondja, hogy ez a bajom a feleségemmel, vagy ez a jó a feleségemmel, mert a legerősebb szövetség az életben az e között a két ember között kell legyen. Épp ezért nagy törés volt a te életedben, amikor el kellett válni? Az egy jó dolog ám elválni egy rossz házasságból. Tehát, hogy mondjam, tehát, hogy nem volt rossz házasság, de nem véletlenül váltunk el. Tehát, hogy nagy törés volt kudarc élményként, én nem akartam soha elválni. Én azt akartam, hogy én egy rendes ember vagyok, és én fel akarom nevelni a gyerekemet. Akkor de mennyi idős volt, Misi? 2. Hú, nagyon pici volt még. De az jó. Tehát, hogy az jobb, mint a 7-8 évesen nehezebb szerintem. Tehát a kiskamaszként nagyon nehéz, és ugye első feleséget Pokornilia volt. Igen, igen. És nagyon jól váltunk el, a mai napig beszélgetünk, és de nyilván maga a válás az nem jó kedvébe csinálja az ember, hanem azért, mert ott már volt egy olyan feszültség, amit nem tudtunk kezelni egyáltalán, és megbeszéltük, elváltunk, szerintem mindenki nagyon korrekt volt mindenben, ő soha nem mondott egy rossz szót a gyereknek rólam, én soha nem mondtam rosszat az anyáról, és anyagilag is mindent nagyon jól elrendeztünk, és utána soha többet nem volt konfliktus köztünk. Amíg együtt kellett még élni, amíg próbáltuk megmenteni, addig nem ment, és utána, amikor rájöttünk, hogy el tudjuk engedni, akkor tök jó barátok lettünk. Én szerintem egy nagyon fontos dologra vagy rájöttem, vagy kitaláltam magamnak, vagy lehet, hogy teljesen tévúton vagyok, de én akkor nyugodtam magam, amikor rájöttem, hogy nem kell fejlődni. Hogy mindenki azt mondta, hogy fejlődj, és legyél jobb ember. Nem kell jobb embernek lenni szerintem. Szerintem el kell fogadni azt, amilyen vagy, és örülni kell annak, amilyen vagy, és akkor a fejlődés elindul magától. Van a karnevában, Hanvas Béla karnevában egy csodálatos karakter, aki egy tulajdonképpen elég rendes ember, de elhatározza, hogy ő nagyon rendes ember lesz. És onnantól kezdve egész nap nagyon rendes ember, és adakozik, és jótékonykodik, esténként meg fölgyújtja a pajtát, meg összerúgdossa a járókerőket, mert nem tudsz jobb ember lenni annál, amilyen vagy. Mert az nem igaz. És azt látod a vallásban menekülő embereknél is, hogy annyira jóságosak, hogy gyűlölnek mindenkit, aki nem olyan jóságos, mint ők. És ez nem is, ez meg Pilinszkinek ez a csodálatos gondolat. Látom, azért bepótoltad a korábbi műveltségbéli hiányosságokat. Hanvas Béla, Pilinszki. De ezek szórakoztató. Őszintén, az emberek azt gondolják a Hanvas Béláról, hogy ez egy nagyon komis. A Sciencia Sacra az. De a karnevál az őrületesen vicces szerintem. Na válasszunk egy másik kifejezést. Földön tart. Ez a hospice ház szerintem. Az? Hát honnan tudtad? Hát, mert egy egyszer nyilatkoztam, hogy ez a földön tart. Igen? Igen. Mert úgy te azt mondtad, hogy alázatra van szükséged, kell alázatot tanulnom, és ezért elmentél önkénteskedni egy hospice házba. Enélkül úgy érezted, hogy elszálltál volna? Hát igen. Igen, meg egyszerűen kell, egy színésznek kell lássa az élet mindenféle aspektusát, és az elmúlás ez egy ilyen aspektus, amit nem szeretünk látni, de hirtelen olyan könnyen és jól mentek a dolgok, és azt éreztem, hogy én valódi színész akarok lenni, akkor muszáj látni szenvedést, muszáj látni elmúlást, muszáj látni gyengeséget, és muszáj ebben valahogy részt vennem. És ezt is elmondtam már interjúkban, bocsánat, hogyha ismétlem magam, csodálatos, például ugyanerre az életre vonatkozik. Tényleg nemrég mondtam, nem, hogyha elmondom, hát ha nem nézik ugyanazt a két interjút. Az volt a lényeg, hogy a hospice házba úgy tettem-vettem, igaziból ez olyan jó hangzik, hogy elmentem önkéntesnek, nem sok hasznomat vették ott. Tehát inkább nekem volt fontos, hogy beszélgetni emberekkel, meg bizalmukba fogadtak, meg tényleg ez a földön tartott. És volt egy bácsi, nagyon helyes bácsi, János bácsinak hívták talán, és látszott, hogy az utolsó napjait éli. És mondták neki, hogy János bácsi, tessék kinézni, ott nyílnak már a nárciszok. És azt hiszem, hogy szomorú lesz a bácsi, hogy már csak pár nap van ebből, hogy látja a nárciszokat. És kinézett, és azt láttam, hogy hát még tart, hogy még van, hogy ez a jó az életben, hogy még van. És az nagyon nagy tanulság volt, nagyon nagy tanulás volt ebből, hogy mindennek lehet örülni. És volt egy másik nagyon helyes bácsi, aki elmentem hozzá, és elmesélt, hogy egyszer a lányával, akit nem ő nevel, de
a felesége nem volt jó fej vele, elvitte, de nagy nehezen egyszer elengedte vele biciklizni, és elmentek, és elkapta őket az eső, és bementek valami kocsmába, ő ivott egy sört, a gyerek ivott egy málnalevet, és elásztak, és nevettek. És elmentem egy hét múlva, és megint elmondta ugyanezt, és talán harmadjára is elmondta, és az egész életében azt mondja, hogy azóta vagy a legvégén erre emlékezett egy esőre. És hogy ezek milyen egyszerű dolgok, vagy milyen, hogy mennyire a gyerekhez, vagy a családhoz, ehhez van köze, hogy minden valódi dolog az valahol itt kezdődik. Nem lehet, hogy jól laktál egy kicsit? Tehát túl sok az az elemózsi, amit említettél az elején, amit Réka most már csomagol. Például a romantikus vígjátékokkal jól laktam. Volt egy pont, amikor eldöntöttem, hogy én soha többet nem vállalok ilyet, és amikor az utolsót leforgattam, akkor jött még mondjuk 6. És mindig azt mondtam, hogy nem. Már felkérések? Igen. Mondasz is párat? Mire mondtál nemet? Nem, mert az valahogy nem fel, azt érzem, hogy nem. Már hogy más játszott el helyett. Igen, és nem tudom, hogy ők tudják-e, meg valahogy olyan, mindig olyan kicsit indiszkrét dolognak tartom, hogy mondtak, hogy milyen jó vagy benne. Engem is hívtak egyébként, csak én visszaadtam. De jó vagy benne, jó pofa. De tudtál te örülni, majdnem mondtam nevet, kinek a sikerének, úgy, amikor láttad a moziba, és tudtad, hogy ezt én játszottam volna? Még a Kincsembe például. Felajánlották? Nem, a Kincsembet nem. Nem. Figyelj, tényleg tudok egyébként örülni. Most tényleg nem ajánlották fel, olyan fél volt. Nem. De pont a Herendi hívott egyébként valami másba. Tehát, hogy csak azért mondom, hogy Herendi Gábor Porci rendezte a Kincsemet, és ő hívott valami másba, és mondtam neki, hogy én ez pont ezt a fajta világot én most már nem szeretném, és egy nagyon tehetséges embernek tartom, és nagyon szívesen dolgozok vele. Én ezért nem akarok fel. Csak nem a toxikomára. Nem, azt szívesen csináltam volna. Azt szívesen csináltam volna? Igen. Mondjuk Csernust? Hát ugye már koromból tekintve a másik nem lehettem, tehát igen, a győző. Igen. Hát most már csak körbelőjük, hogy akkor Herendi mire hívott. Valami Amerika 3? Nem. Volt egy sorozat, minisorozat volt, valamilyen főzős, nem tudom, mi volt, ilyen szakácsos akármi, nem tudom. Ja, azt mondom, hogy a Dorka meg a Simon Kornélet. Így van. Viaszatom meg. Igen. És azt éreztem, hogy én nem akarok sorozatot csinálni, én nem akarok, elolvastam egy jelenetet, láttam, hogy ez egy ilyen romantikus vígjáték, és hogy tök jó, tényleg mindenkinek nagyon szívből gratulálok, meg drukkolok, de nem akarom. És ugyanez volt az RTL-el, TV2-vel, ott is voltak mindenféle sorozatok, és azt éreztem, hogy én azért nem akarok fölkelni, hogy csinálják valamit, amiben nem hiszek. Tehát a Szász Attilának az Örök tél az olyan volt, amire azt éreztem az első pillanattól kezdve, de nagyon hamar megmondtam a producernek, és hogy figyelj, bármit mondhatsz, én ezt meg akarom csinálni. Volt egy nagyon felívelő időszak az életemben, és utána vissza is adtam dolgokat, ki is mentem a divatból, meg úgy tulajdonképpen egyszerűen, hogy van egy pont, akkor belefáradnak az emberbe. De azt mondod, hogy kicsit ki is mentél a divatból. Igen. Ezt érzed? Igen, persze. Hát ez, hogy mondjam, tehát az Eperes Károlynak is volt egy nagy időszaka, és hát csak úgy valahogy nem nagyon hívták. És figyelj, ezzel tulajdonképpen, hogy szembe kell nézni. De tehát, könnyű az átmenet? Picit segít a dolgon, hogy mondjuk az ember felesége elkezd baromi híres lenni mellett, ő meg egyre kevésbé híres, tehát hogy nehezít. Tehát, hogy nem, az nem könnyű az időszak, de hát az élet nem azért jó, mert könnyű, érted? Tehát, hogy akkor ezt meg kell tanulni, ezt le kell győzni, és a hiúságot le kell győzni a fenébe, mert akkor, figyelj, én nekem például az, hogy akkor elkezdtem művészeti vezető lenni, az például csomó mindenbe kárpótolt. Nyilván nem ugyanaz, tehát, hogy de olyan, mint a cigi helyett a nikotin tapaszt. Tehát, hogy valamire jó, meg egy más aspektusát megismertem a színháznak. Van neked olyan filmed, amire most már visszagondolva úgy tekintesz, hogy azt lehet, hogy nem kellett volna eljátszani? Van. El is mondod melyik? De, hogy mondom. Nem. De azért, mert a nézők szeretik, és az árulás lenne velük szembe, igen. Főszerep vagy mellékszerep? Nem tudom, tulajdonképpen elindultunk a Barkóba felé erősen, de az érzem én, tehát, hogy igen. Egyébként volt, ami nagyon nem kellett volna, az egy tévéjáték volt, amit soha nem mutattak be, az dobozba maradt, az teljes hülyeség volt, és már amikor olvastam, akkor is hülyeség volt, de akkor pont úgy jött ki, és pont egy olyan összeget mondtak, hogy tévéjáték, lemegy egyszer, nem tudom, akkor még nem volt annyira internet, tehát akkor még nem lehetett tudni, hogy minden megmarad. Ha most előkerülne, nagyot néznek? Letagadnám. De te vagy benne rossz, vagy minden rossz? Minden rossz benne. De hát én is nagyon rossz vagyok benne. Minden rossz. Te azt szoktad mondani, hogy a Rokonokban se voltál jó. De nem is voltam jó. Mert én nagyon elkezdtem azon görcsönögni, nagyon meg akartam felelni a Szabónak. Én tényleg istenítettem a Szabót. Mai napig azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb tudású filmes szakember. Ott már a Rokonoknál érződött, hogy már nem, már máshol van a film. Film tempója például, mint ahogy ő gondolkodik a filmben, és hát most világet sem szeretném megbántani, de egész egyszerűen például baj volt a Rokonokkal, csak hogy nagyon hosszan magyaráztuk el, hogy miből, ez a Panama, ez miből áll.
És ez nem érdekli az embereket. Tehát, hogy látjuk, hogy számlákat írnak, töltenek ki, fiktív, menjünk tovább. Tehát egy montázzsal meg lehetett volna úszni ezt az egészet. Több jelenet szólt arról, hogy mi a suskusnak a lényege. De te magaddal se voltál megelégedve? Nem. Tehát téged bénított a Szabó István? Igen, bénítottam magamat a tisztességgel és a megfeleléssel és a felkészüléssel. Figyelj, őrültem, felkészültem, de tényleg, tehát az első alkalommal egy jegyzetfüzettel érkeztem, és mondtam a Szabónak, hogy ez például fontos. Ilyenek vannak a regényben, mai napig emlékszem, amit nem lehet bele, vagy nem tudtuk beletenni a filmbe. Hazamegy a Kopjás István, miután kinevezték, és beüti a fejét az ajtófülfába. És gondolkodik, hogy vagy a lakás ment össze, vagy ő nőtt meg, miután hatalmat kapott. Ez egy csodálatos képszerűtem, egy csodálatos hasonlat. A filmben valahogy nem fér bele, hirtelen úgy nem értjük, hogy mi, és akkor ezért kitaláltuk, hogy egyre kisebb lesz a ruha rajta, de valahogy egyre rövidebb a zakó rajtam a film alatt, de nem igazán derült ki, vagy nem lett rá hangsúly, én se látom már, tehát, hogy, de tudom, hogy mindig a kapcsolódásnál figyeltünk, hogy hol tartunk, mekkora a zakó, figyeljünk rá, pedig szerintem ez egy csodálatos gondolat, és nem... Egyszer Gobbi Hilda mondta, hogy 10 alázat nem ér fel egy kis csibészséggel. Tehát az kell. 10 alázat nem ér fel egy, és belőle lesz hiányzott a vagánság? A csibészség akkor hiányzott, igen. Aha. De Szabó István próbált téged úgy feloldani, vagy kicsit úgy? Ő fantasztikus dolgokról beszélt egyébként, tehát hogy például volt egy jelenet, amit sose felejtek el. Az volt a feladat, hogy kijövök a polgármestertől, a Tabakov játszott, aki egyébként is egy nagy kedvencem, Oleg Tabakov, és kijövök, és azon a fejemben, hogy na, ezt tulajdonképpen most jól elintéztem. És ehhez kéne egy arc. És akkor vágtam egy ilyen arcot, és mondtam, hogy nem, ez nagyon önelégült. Ez egy visszafogottabb ember. Jó. Akkor próbáltam visszafogottan, de az úgy nem jó. Akkor nézzük meg a járást. Akkor elkezdtem lazán járni, mondta, hogy ez nagyon modern, ez egy ilyen sportoló járása. És egy ilyen 10-15-ször lejöttem a lépcsőn, és egyik se volt jó. És azt mondta, hogy Sándor, legyen úgy, hogy ne vágjon semmilyen arcot. Ti magázottatok? Ő mindig magázott, igen. Én mindig azt mondtam, hogy tanító bácsi vagy, nem tudom. Tehát, hogy mondta, hogy tegeződjünk. Mondtam, hogy nekem ez nem megy. Hát, hogy ez... És ő meg nem mert letegezni lévén, hogy te nem mert előre. Az ön béna lett volna, igen. És akkor, és azt mondta, hogy Sándor, legyen az, hogy lejön a lépcsőn, tegye rá a kezét a lépcső korlátra. Jöjjön végig, és a lépcső közepén emelje fel így a kezét. És ez pont azt jelenti, hogy ezt elintéztem. Uh-huh. Csak nem kell arcot vágni hozzá. És ilyenekből tudott ezret. Tehát ezek mind olyanok voltak, amik nagyon fontosak. A koncentrációról rengeteget beszélt. Például a félrenézés. Tehát, hogyha egy kamerában megkérdezik, hogy hol voltál tegnap? Otthon. Félrenézel, hazudtál. Tehát, hogy mennyire tudott tartani. Tehát, ha belepislogsz, hazudtál. Az azt jelenti a filmen egy közelében, hogy hol voltál otthon. Hazudtál. Tehát az, de az is jó, amikor hazudni akarsz, és nézel meretten. Tehát és tudják, hogy most azért nem pislogsz, hogy nehogy kiderüljön, hogy hazudsz. Tehát, hogy... Micsoda trükkök, ezek apróságok, de mennyire hát sokat mondok. Ez a csodálatos az egészben. Tehát ez az izgalmas. Na ez nem hiányzik, ez a rész. De figyelj, a forgatás, vagy az Örök tél, az nagyon-nagyon nagy öröm volt. Azt nagyon szerettem. De a romantikus vígjátékok, tehát még egyszer nézek kutya szemmel, Endre, őszintén. Tehát, hogy de hányszor néztem szomorú kutya szemmel mindenféle csodálatos kolléganőkre. Már én unom, tehát ez nincs kedvem. Válasszunk kérlek egy másikat. Na. Lehet, hogy olyat választunk, amit már érintettünk, igen. Akkor majd mondom. Egy magam. Végig gondoltam, hogy te most saját magad rendezője, írója, producere vagy. Tenki Rékával közös darabotok a Döntésnek, és tulajdonképpen te vagy az üzleti megalkotója is, és nem akarok a zsebedbe kotorászni, gondolom, hogy azért ez jóhoz a konyhára, hogy ti vagytok az egésznek a kitalálói. Ez csak engem lepett meg, hogy Csányi Sándor ilyen jó üzletember is egyszer s mind, vagy te mindig tudtad ezt magadról? Hát no man est omen, mit mondjak erre, névkötelez. Csányi Sándornak muszáj jó üzletembernek lenni, legalább legyünk ketten. Nem. Nincs bennem ilyen, nem vagyok ebbe ügyes. Van 6 kollégám, akik az egész pénzügyet keresik, én az ötletbe vagyok ügyes, abba, hogy, illetve nem is abba sem vagyok ügyes, hanem őszintén mondom, ez mázli volt. Tehát, hogy egyszer csak rájöttem arra, hogy erre van igény, amit én történetesen tudok. Tehát, hogy megállok egyedül, és beszélek másfél órát, és igyekszem viszonylag szórakoztató lenni, ezt az emberek szívesen hallgatják. Ugyanakkor azért, ugye te a Táliának voltál 5 évig a művészeti vezetője. Én ott is meglepődtem, mert most találkozunk életünkben először, de én azt gondoltam korábban Csányi Sándorról 2013 előtt, hogy ő nem főnök típus. Nem is vagyok az. Nem vagy az? Nem. Én ezt mindig elmondom minden embernek, akivel együtt dolgozom,
hogy én úgy nem vagyok főnök, hogy én nem tudok inspirálni embereket. Nem tudom azt mondani, hogy neked legyen kedved dolgozni. Az, hogy leülünk együtt és megbeszélünk dolgokat, én viszonylag gyorsan és többnyire jó megérzéssel hozok döntéseket. De én olyat a színházban se csináltam soha, hogy nem lenne kedved esetleg színészkedni, ha már itt vagy havi fix fizetésért. Hát akkor menj el, tehát akkor ne. De hogy dorongolni tudtál embereket? Igen, és sok embert el is küldtem, tehát hogy... Könnyen küldtél el embereket? Nem könnyen, de tudtam, hogy igazam van. Sok nagyon klassz, de tényleg őszintén mondom, hogy nagyon klassz, általam szeretett kollégának kellett azt mondani, hogy figyelj, ez neked se jó, nekünk se jó. Te nem ezzel a színházzal vagy kompatibilis, amerre mi megyünk. És el kellett kezdeni olyan embereket hívni, akik ebbe az irányba vannak. Olyanoknak is meg kellett mondani, akivel egyébként nagyon jó privát viszonyt ápoltál? Igen, és akikkel együtt is, tehát reggel elküldtem valakit, és este együtt játszottunk, és azt mondtam neki a darabba háromszor, hogy menjen innen, ki van rúva. Az csodálatos. Sok jöttem rám, amikor elkezdődött a darab, hogy hú, ez borzalmas lesz, ez most borzalmas lett, és már láttam a Robi szemét, hogy így nézett, és mondtam egy darabokat mondtam, hogy nézek a szemébe, vagy ne nézek, de mondom, hát ezt játsszuk, akkor ez van. És akkor háromszor, és még volt annyi, de amikor a Robinak az érdele, Szegedi Robi, tényleg nagyon kedves kollega, egy nagyon helyes rác, és csinált egy ennyit. Újját felmondtattam. És akartam, hogy tudom, Robi, még kettő van, szörnyű értés. Tehát, hogy az nem volt jó, de jó, hogy ezt a humorral kezdett. Csak én is azt gondolom, hogy a Robi is egy másik fajta színház, tehát ő nem, azt hiszem, hogy egy pár év múlva is azt érezte volna, hogy ő nem ilyen lovat szeretett volna. És akkor nem egy olyan helyre, ahol jól érzi magát. Tehát de volt olyan, akinél például szorongva mentél be? Közölni vele mindezt? Ez mindig szorongás. Igen? Az mindig szorongás. Hát valakinek azt mondani, hogy nem tud eltartani a családodat, azért az nem jó kedv. Azt mondani valakinek, hogy nem kell lesz ide. Volt, aki ezt nem tudta kellő nagy vonalúsággal kezelni? Hát igen, persze. Kiabált? Vagy nem, ott tulajdonképpen én egy dolgot tudtam, hogy amikor kimondod, akkor után csöndbe kell lenni. Az lesz itt, aki először szólal meg. Igen? Igen. És akkor hosszú szünetek. Volt, hogy percekig? Hát percekig talán nem, de és akkor jött, hogy jó, akkor most mi legyen? Hát, mondta ő. Igen, és mondta, hogy akkor ezeket megtartatod, ha van kedved, nem tudom. És akkor jött a praktikus része, és akkor utána az már az ő dolga volt, hogy mit csinál. Rombolódott, vagy romlott el emberi kapcsolat emiatt? Azt a Szirtes mondta nekem, hogy azt tud, Sanyi, hogy bárhogy reagálnak, bármennyire liberálisan, jófejű, és nem tudom, hogy próbálod megcsinálni, mindig gyűlölni fognak ezek az emberek. Szirtes Tamásról. Igen, viszont. Igen. Ő amikor kinevezte, akkor együtt csináltuk a Férfi Agy című előadást, és akkor volt, hogy engem kineveztek művészeti vezetőnek, mondta, hogy Isten hozott a majomházban, és hogy minden kollégád, akivel eddig jóba voltál, ha nagyon sokat dolgozol, akkor tisztelni fog, szeretni már nem fognak. Tehát olyan barátjuk nem leszel soha, mint voltál. Tisztelhetnek, félnek tőled, felnéznek rád, de te mondod meg, hogy mit játszik, te mondod meg, hogy mennyit fog keresni. Úgy szeretni, hogy eddig szerettek, önzetlen, vagy önfeledten, felszabadultan, úgy már nem fognak soha többet. És olyan ember, aki ennyire vágyott és vágyik a szeretetre, ez nem volt nagyon ijesztő? Hát tudod, a Pirandellóban van a hat szerep keres egy szerzőt, amikor meghal a gyerek a színdarabba, és azt akarják a szerepek, elmennek a szerzőt, hogy itt mi vagyunk a szerepek, írd meg a történetünket. És azt mondja a Pirandello, a szerző azt mondja a szerepeknek, hogy de ne rúgja, meghal a gyerekük, hát miért akarják ezt minden este újra és újra átélni? Mert lehet, hogy hát, ha ma nem. Abban a pillanatban, hogy én felmondtam, másnap elmentem az évadzáróra, és fel annyi ember nevetett a vicceimen. Tehát, hogy ültünk egy asztalán, és addig, amíg művészeti vezetőként mondtam viccet, akkor nagyon-nagyon nevettek rajta. Másnap mondtam, hogy ez jobb. Figyelj, és mit akarok kérdezni? Kérdezték a Sályú Cutónak, hogy művészeti vezető lett. Tehát, hogy ezt meg tudomásul kell venni. Rosszul esett. Nem, ő nagyon viccesnek találtam. Tehát, hogy azért ezek az emberi, tehát van ez a mondás, semmi sem idegen tőlem, ami emberi. Igen. Hát igen, hát ez ilyen, mert ilyenek vagyunk, és hát vicces is voltál, de hát mégiscsak ő lesz a művészeti vezető. Engedd meg, hogy egy kicsit hangosabban nevessek. Ezek jók szerintem, tehát, hogy nem, tényleg ez hiú vagyok, meg sok rossz tulajdonságom van, de ennyire nem vagyok hiú egyébként. No, válasszunk kérlek egy másik témát. Van ennél fontosabb a család. Nem feltétlen. Nem? Van akkor ennél fontosabb a krétakör. Na, az tök jó. Mert hogy ott te egy ideig legalábbis úgy tűnt, hogy egy ilyen klasszikus, a szó nemes értelmébe vett lila művészember leszel, aki él-hal a színházért, él, próbál, külföldi turnék, kísérletezik, alternatív színház. Aztán egyszerűen otthagytad a krétakört. Igen. Te ezen emberek szemében tulajdonképpen renegált vagy? A Süsü szemében, igen. Nagyon összes. Schilling Árpádról. Igen.
beszélni. Nagyon összevesztünk, és, de megértem, hát figyelj, ezt úgy lehet csinálni, hogy az ember a saját gyerekének tekintett. Gondolj be, hogy 21-22 évesek voltunk, és neki van egy társulata. És eljutottunk a Párizsi Odeon Színházba, rengeteg helyre, tényleg. És elindul, és csak valaki azt mondja, hogy figyelj, nekem ez nem kell. Az nagyon fáj. Ez nem olyan, mint egy kőszínházból valakit elküldenek, vagy elmegy. Azt, például a Tárjában is volt, aki elment, például Lovas Rozi. Én hívtam oda, és ő nekem mondta, hogy hívták a Radnótiből, elmegy. Tudom, Rozi, tök jó. Hogy nekem semmiféle személyes nem volt ebben. De a Schilling úgy gondolta, hogy... Hát mert a szerelem gyerek, az más a krétakör, mert az más, mert akkor az egy reggeltől estig együtt voltunk mindenben, és ő volt az apja is, meg az anyja is, meg a mindenet, és tényleg a szívünket, lelkünket adottuk ezért a színházért. De mire hivatkoztál neki? Amikor azt mondtad, hogy Árpád, vagy süsű, itt vége. Az, hogy pont ezt is mondta, hogy ugyanebb az időben, ne haragudj, hogy vasárnapi ebéd, kutyamosás, vagy kutyamosás, automosás és kutyasétáltatás. Tehát, hogy téged az jobban érdekel? Hogy nem az, hogy jobban érdekel, hanem, hogy én ezt nem tartom főben járó bűncselekménynek. És itt ebben a színházban, ha ezt jól akarod, tehát olyan gondolom, hogy egy élsportolónak azt mondod, hogy hát igen, csak szeretek pecázni. Azt azonnal menj innen. Tehát az főbelövés. Tehát, hogy egy maratonistának, vagy egy úszónak, aki tényleg az olimpiai éremre készül, hogy hát igen, most mehetnék úszni, csak úgy szeretek pecázni. Szóval ilyen nincs, azt nem lehet. Kicsit untad is, amikor néha-néha színpadra kellett menni? Tehát voltak olyan pillanatok, amikor azt érezted, hogy miért nem vagyok a csajommal? Nem, olyan soha nem. Olyan soha nem volt? Nem, hál' Istennek sok boldogtalan kapcsolatom volt, és a színház az mindig segített. Nem, soha nem mondom. Olyat soha nem gondolok, hogy miért nem vagyok a csajommal. Miért vagyok a haverokkal, az van, de... Olyan volt? Nem, azt tudom, hogy például a haverok, tehát hogy volt, hogy előadás volt valahol, és akkor a többiek meg vártak, és megkezdtek főzni, meg borozni, meg itt, és az volt, hogy... Hát én meg itt vagyok. Pörgessük meg! Nem, igaziban mondom, hogy ez tényleg, tehát hogy most ez mindenféle, tehát hogy szeretek álszentkedni, meg jól is áll nekem szerintem, de ennyire nem vagyok álszent, tehát hogy tényleg igaziból tudom élvezni mindig az előadást. Nem, persze, hogy jó dolog a családdal lenni, meg jó dolog a gyerekekkel is lenni, de az külön van, tehát hogy amikor játszom, akkor játszom, akkor becsukom azt az ajtót, és akkor én nem is gondolok egyáltalán azt hiszem, hogy semmire az adott áramlaton, vagy nem tudom, mink kívül, ami éppen zajlik bennem. Tehát úgy váltatok el, hogy akkor mindent egymás fejéhez vágtatok? Nem, én csöndben voltam. Hát figyelj, ott én voltam a megcsaló fél ebbe a kapcsolatba, és ő volt a mérges, és ő azt jelenti, hogy neki joga van mérgesnek lenni, ami így is van egyébként. Mert ez a társulat szempontjából is demoralizáló, hogyha valaki elmegy. Sőt, ráadásul a Vinnai Andris előttem ment el 2 héttel. És mondom, akkor bejelentette az Andris, azt mondom, hogy ó, basszus, én akartam szakítani, ez nem lesz jó. És akkor még úgy az, hogy még bírom, és aztán csak rájöttem, hogy nem bírom. Tehát, hogy el kell mondanom, hogy én már így nem hiszek ebbe az egészbe, és nem akarom. Pedig csodálatos idő volt, sőt, tulajdonképpen maga a társulati lét, az nekem ott volt. Kapáik, a Nagy Zsolti, Terhes Sanyi, Anna Mari, Péter Fibori, Lilla, Sáros Lilla. Ők feloldoztak? Mármint a társulat? Persze, tehát hogy ott soha nem volt köztünk konfliktus. Megbékéltél Schillinggel is később? Találkoztunk pár év múlva, és mondta, tudod, azt, hogy akkor láttam utoljára, hogy mondta, hogy látod, viszont ez a filmezés meg elindult neked. És ez tök jó. Mondtam, hogy ja, én is élvezem. Na jó van. Megyek már a izé még a... Jó, menjünk. Tehát ez volt, de tett egy gesztus felém, és az jó van. Tehát az egy feszültség, még mindig van, kibeszéletlenség még mindig. Nincs mit ezen. Szerintem ezen őszintén mondom, hogy nem kell mindent megbeszélni szerintem. Tehát nem kell mindent megoldani. Tehát például az apa-fiú viszony is olyan, hogy minden filmnek úgy van vége, hogy megbeszélik. Egész egyszerűen van, amit nem oldasz meg, és az is jó. Nem tudsz mindent megoldani. Tehát nem tudsz minden feszültséget feloldani. Nem tudsz minden konfliktus. Igen, ezt tanítják, de szerintem nem tudsz. Szerintem azt el kell fogadni magadba, hogy azt nem oldottam meg. Ott béna voltam, és nem is így kellett volna viselkedjek, de ez nem baj, mert akkor ilyen voltam. Tehát, hogy mi a Süsűvel nem beszélünk egyáltalán, én őt a korosztály legtehetségesebb rendezőjének tartottam. Most azt látom, hogy több a politikai aktivizmus, mint a rendezés. Csinálja azt, amit akar. Mi valószínűleg ezt nem beszéltük meg, de nekem nem baj, hogy ez nincs kibeszélve köztünk, és én nem is akarnám, hogy ő gondolkodjon úgy, mint régen gondolkodott. Nincs így különösebb dolgunk egymással. Az nagyon fontos része volt a pályának, és tényleg hálás vagyok, de már nincs mit kezdjünk egymással, hogy csinálj, és őszintén mondom, hogy nem is tudom, hogy van ember, aki harag van bennem, őszintén, tehát, hogy... Aki felé benned van harag. Igen, igen, nincs ilyen, aki nagyon haragudni. De jó neked. Hát maradjon ez így, ezt kívánom. Örülök, hogy ezt a szerethető, sebezhetőbb, hétköznapi oldaladat megismerhettük. Én még nem láttam, remélem sokak csodálkoznak majd rá. Legyen így. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.